Több éves szünet után folytatják a 132-es jelzésű megyei út felújítását. A Csíkszeredában megkötött szerződés értelmében 2015 végére már teljes egészében kész kell lennie. A Szentegyházát Lövétén, Homorodalmáson és Oklándon áthaladó, Brassó megyei határral összekötő útszakasznak. A munkálatokat egy olyan székelyudvarhelyi útépítéssel foglalkozó cég fogja végezni, amely már korábban is dolgozott a szóban forgó szakaszon, tehát ismerőin a projektet feltehetően gyorsabban fog haladni, hangsúlyozta ki a szerződéskötési eseményen Borbély Csaba megyeelnök. Az Európai Uniós finanszírozású projekt összértéke 65 millió lej, a mostani szerződés közel 14 millió lejről szól. A részleteket Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács alelnöke ismerteti. Az elkövetkező időszakban elkezdődő munka 9 új híd megépítését jelenti, illetve 4,5 km kóborréteg lefektetését ezen a szakaszon, 132-es megyei úton. Azt kell tudni, hogy ez egy nagyon nagy beruházásnak az utolsó úgymond lépése, ezt külön kikelet közbeszerzésbe írjuk, és remélhetőleg 7 hónapon belül ez a beruházás befejeződik, hiszen a most leszerződött szakasz az erről szól. A térségben ez az út volt az első, amelyet Európai Uniós pénzekből kezdtek építeni még 2009-ben, ám a nyertes cégcsoporttal időközben komoly problémák adódtak, így 2012-ben szerződést kellett bontani velük, közben a munkálatok is leálltak. A megyei tanács pedig a projekt folytatása érdekében felleltározta az elmaradt munkálatokat és elindította a közbeszerzést az új szerződés megkötésére. A 2012 és a 2013-as periódusban a folyamatos óvások miatt a többszörösen is elindított közbeszerzési procedúráknak nem volt eredményük. Mivel 2 év eltelt anélkül, hogy nem dolgoztak ezen az útszakaszon, szükség volt a kivitelezési terv aktualizálására. 2014 márciusában a megyei tanács elfogadta a frissített tervet, azt jóváhagyásra előterjesztette a finanszírozónak, és 2014 májusában a minisztérium rábólintott az új tervre. Rusz Sándor, Szentegyháza polgármestere örömét fejezte ki, hogy végre pont kerül erre a beruházásra, de szerinte csak akkor lesz igazán eredményes a munka, ha minden, a projektben résztvevő fél együtt dolgozik. Arra kell figyelni, és itt nem mondtam el a tárgyalásokon, hogy ahhoz, hogy ez az útszakasz jól viteleződjön ki, nagyon jól kell működjön a kapcsolat kivitelező, megyei tanács, polgármesteri hivatal és a Harvíz között, mert a Harvíz ezen a szakaszon most munkálatokat végzett. Szentegyházán van talán Hargita megyében a legnagyobb víz és szennyvíz hálózat újjáépítése, és ez érintette ezt a megyei szakaszt is, melyik fel van ásva, csövek vannak betéve, vissza van tömve, föld, kavics, stb. Ezt kell vigyázni, hogy jól legyen megtömve, nehogy aztán aszfaltot rehúzunk, és kezd leereszkedni az aszfalt. A kivitelezése tehát 7 hónap áll rendelkezésre, az esetlegesen kialakuló nehézségek miatt a megyei tanács alelnöke a lakók megértését kéri, ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy minden észrevételt, javaslatot szívesen fogadnak.